Időkérés. Itt a kúra, jó pályán van. De, ne hallgatom. Egy végéig senki nem száll el. Kokasztod a húr is. Ez nem. Mi tud a húr? Áááá, Istenem. Nagyon töltően van. Nem is elveszem fel. Köszönjük szépen, Atti. Sziasztok. Szervusz. Jó hétvégét. Jó hétvégét. Szépen beszélgettünk, mert néztük a meccset, nagyon tettük a hotdogot. Milyen hotdogot kértél, Zoli bá? Klasszikus magyar. Ide. Köszönöm szépen!
Nem számítottam erre a fogadtatásra, gondoltam, hogy azért örülni fognak, de hogy Kardos Peték, amit adtak, hát teljesen kicsit kis billentette a koncentrálságból. Mondom, volt egy kis hátsó szándék, de nagyon jól esett, nagyon jól esett, és nagyon hálás vagyok érte a szurkolóknak is, tényleg, ahogy fogadtak. A meccsről igazából szerintem egy kicsit laposan kezdtünk, nem voltunk fókuszáltak, visszafogottak voltunk, sokat hibáztunk, ugye ezt megbosszulták, ugye egál a meccs volt, a második fél időben, a harmadik időben szerintem összeszedettebbek voltunk, hogy jól kosárlabdáztunk, és ugye az volt a baj szerintem, hogy a végén túl hamar kiengedtünk, ugye tudtuk, hogy a Szedelák egy olyan csapat, aki az első perctől a 40. percig fog küzdeni, nagyon motivált játékosaik vannak, fiatalok, hajtanak, és amint érzik, vérszemet kapnak, ott vannak és loholnak a nyakadba, és hogyha ritmus kapnak, akkor nehéz megállítani, és ezt láttuk, gratulálok nekik tényleg, hogy a végén így küzdöttek. Polányi Kristófnak is külön örültem is annak a 2-3-asnak, de azért legközelebb azért másoknak tartogassa ezeket a dobásokat. De sok sikert kívánok nekik, a srácoknak, és remélem, hogy a szurkolók minél többen majd kijönnek az év vacsorán, és buzdítják a csapatot. Köszönöm.